Fenntarthatóság, indul a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Csere, 2014-ig minden pénztárgépet le kell cserélni. Tanácsok a megtakarításhoz, ingyenes előadást tartottak a rezsicsökkentésről. A Hegyvidék Televízió híradóját látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Új házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítését kezdi meg a napokban a Fővárosi Közterület fenntartó ZRT. Ennek során több mint 400 ezer kukát helyeznek ki. Az új rendszer a mostani hulladékgyűjtő szigeteket váltja fel, célja pedig az, hogy néhány éven belül Budapesten is megvalósuljon a fenntartható hulladékgazdálkodás. Rövidesen ilyen sárga és kék színű kukák kiszállítását kezdi meg a Fővárosi Közterület fenntartó ZRT. 2015 végéig összesen több mint 400 ezer új szeméttárolót helyeznek ki. Jelenleg 903 szelektív hulladékgyűjtő sziget működik Budapesten, amelynek tisztántartása gyakran jelent problémát. Az üveggyűjtőpontok továbbra is megmaradnak, de a régi szigetek eltűnnek. Április elején indul az egész projekt, ami azt jelenti, hogy egész Budapesten egyszerre kerül bevezetésre ez a rendszer, ami azzal jár, hogy a kukákat kezdjük el kiszállítani. Fent van az FKF ZRT honlapján, hogy melyik kerületben, melyik részen, mikor indul meg a kukáknak a kiszállítása, de próbáltunk egész Budapesten egyszerre elindulni, azonban másfél év lesz, mire mindenhova eljutunk, úgyhogy pici türelmet kérünk. Gyakorlatilag most kétféle kukát, egy sötétkék alapon sárga és kék fedelű kukát fogunk kiszállítani minden egyes házhoz. Tehát a társasházakhoz is oda is kapnak kettőt, meg a kertesházi övezetben a kertesházak is kettő, csak ugye sokkal kisebb kukát fognak kapni. Az új szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítését részben a hulladékgazdálkodási törvény, részben pedig Európai Uniós irányelvek indokolják. Az Európai Uniónak is vannak irányelvei, amelyben meghatározzák azt, hogy a szelektíven gyűjtött hulladéknak mekkora arányának kell lenni, hány tonnának kell lenni. Budapesten egyébként nagyjából olyan 14-18 ezer tonnát gyűjtöttünk össze így a hulladék szigeteken, és most azért szeretnénk ezt egy 80-100 ezer tonnára egy picit így fölvinni, mert azért ez nagyon kevés volt. A tervek szerint a kukák kihelyezését követően a kertesházas övezetekben havonta, a társasházakban és egyéb területeken pedig hetente szállítják el a hulladékot. A kukák tárolásához szükséges helyről a lakóknak, illetve a közös képviselőknek kell gondoskodniuk. A tárolók kihelyezésétől függően egyes háztartások akár már tavasztól szelektíven gyűjthetik a papírt, a műanyagot és a fémet. A szemét elszállítását az FKF ZRT végzi, ehhez új járműveket is beszereznek. Az Európai Unióhoz pályáztunk, nagyjából egy olyan 4,3 milliárd forintra, és veszünk alternatív üzemanyaggal hajtott kukásautót, és már ugye a kukák azok folyamatosan jönnek, mert abból is nagyjából 403 ezeret fogunk szétosztani. Az új szelektív hulladékszállítási rendszer bevezetésétől a környezettudatosabb gondolkodás elterjedését is várják. Ahol egyébként nem volt ilyen szelektív hulladékgyűjtés, ott az emberek egy picit rászoknak, ugye most már nem kell elmenniük a szigetekre, hanem elég, hogyha otthon a szemétből külön válogatják, reggelente leviszik a kukába, kidobják, és akkor nem is sokáig marad ugye a lakásba. Ez egy nagyon fontos teendő. Tehát ugye tőlem sokszor megkérdezték azt, hogy látták, hogy a kukás autóba egybe öntik mondjuk ezt a hulladékot, hogy akkor én minek szelektáljam, de azért a hulladék útja az nem egészen ugyanaz, mert a kukás autó ilyenkor a válogatóműbe vitte ezeket a gyűjtőszigetekről is ezeket a hulladékokat, ami pedig háztartási hulladékként kidobunk, az pedig ugye vagy elégetjük, vagy pedig lerakjuk. Úgyhogy ezért ez egy nagyon fontos dolog, ugye újrahasznosításra kerülnek ezek a hulladékok. A hulladék elszállítása a lakosságnak nem jár majd plusz költséggel. A teljes rendszer kialakítása 5,1 milliárd forintba kerül. Ennek nagy részét a főváros és az FKF ZRT uniós forrásból fedezi. Fix 450 forint lehet a taxik tarifája, a kocsik alapszíne pedig sárga lesz, amennyiben a fővárosi közgyűlés elfogadja az erről szóló rendeletet. A fix tarifa 450 forintos alapdíjat, 280 forintos kilométerdíjat és 70 forintos percdíjat állapítana meg. A tervezet szerint csak 10 évnél fiatalabb autóval lehet majd taxizni, tilos lesz az autókban való dohányzás, és kötelezően biztosítani kell a bankkártyás fizetés lehetőségét.
A taxiszolgáltatást vagy közvetítést pedig csak az a cég végezhetné el, amelynek nincs köztartozása. A rendelet október 1-től léphet életbe. A tervezetről holnap szavaz a fővárosi közgyűlés. Május 1-ig kell lecserélni a hagyományos pénztárgépeket a tavaly decemberben hozott rendelet értelmében, a NAV azonban június 30-ig nem bünteti meg azokat, akik ezt elmulasztották. Az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek használói hosszabb türelmi időt kapnak, ők évvégéig kötelesek rendezni az átállást. Az országgyűlés tavaly decemberben hozott rendeletének értelmében idén online kapcsolatot építenek ki a pénztárgépek és a NAV informatikai rendszerek között. A változás azonban azzal jár, hogy a most üzemben lévő közel 400 ezer hagyományos pénztárgépet korszerű, az újítás bevezetésére alkalmas gépre kell cserélnie a vállalkozóknak. Nagyon nagy volt eddig a visszaélés aránya, tehát az azt jelenti, volt egy olyan vizsgálat, aminek az a neve, hogy az adó memória ellenőrzése. Ez a pénztárgépnek a régi pénztárgépekben is van adómemória, és hogyha az adóhatóság egy ilyen vizsgálatot csinált, az esetek több mint 80%-ában valami nem kicsi hiányosságot talált, úgyhogy ezeknek a kivédésére mindenképpen szükséges ezt valamilyen szinten újra szabályozni. Az üzemeltetőknek, illetve a pénztárgép szervizeknek korábban is volt adatszolgáltatási kötelezettsége, ám ennek az adóhatóság közleménye szerint nem mindig tettek eleget. A rendelet hatályba lépésével az adatszolgáltatás az üzemeltetőtől teljesen függetlenül zajlik, így nem lehet kikerülni, és sokkal egyszerűbbé is válik. Ezzel az adatszolgáltatási kötelezettség lényegében a magának az adózónak, tehát a kisboltosnak semmi dolga nem lesz, hiszen ez a pénztárgép, ez az új típusú, ez önmagában fogja tudni teljesíteni, tehát ez nem kell semmi más, ezt egymaga teljesíti, mégpedig úgy, hogy az adóhatóság központjában lesz egy szerver, most nagyon leegyszerűsítve mondom, és ez a szerver, amikor úgy gondolja, tehát ez lehet azt mondani, hogy titkosan, lekéri az adatokat. Bármilyen adatot lekérhet, ez azt is jelenti, hogy akár óránként is kérdezheti az adatot. A rendelet rugalmas, nem műszaki paramétereket határoz meg, csak azt, hogy milyennek kell lennie a gépben működő adóügyi ellenőrzési egységnek, amely az adatokat gyűjti. Tehát ezek az adatok ott az egységben meg kell, hogy legyenek, és az, hogy a program hogyan fog megfelelni azoknak az előírásoknak, amiket a rendelet megkövetel, ezt a forgalmazók szabadon dönthetik el, hogy milyen módszerrel vesznek, mondjuk egy új típusú gépet, azt beszereznek, hoznak be többet, vagy pedig már ezeket a régebbi típusú gépeket átalakítják. Tehát ez mindenkinek, már a forgalmazóknak a saját döntése lesz. A lényeg az, hogy megfeleljenek a rendeletben foglalt kritériumoknak. A tervek szerint a gépcsere állami támogatással valósul meg, de ennek részletei egyelőre nem ismertek. Egyelőre annyit tudok mondani, amit az adózás rendjéről szóló törvény tartalmaz. Ebbe bekerült egy új jogszabályhely, amelyik előírja azt, hogy majd rendeletben kell előkészíteni, illetőleg kidolgozni a támogatás pontos mértékét. Jelenleg ez a rendelet, illetőleg a rendeletnek a szabályai még nem ismertek, de amint ez meg lesz, az adóhatóság másnap, vagy még aznap rögtön pontosan el fogja mondani, hogy mit kell tudni, ki hogyan veheti igénybe a támogatást. A határidőkre érdemes odafigyelni. A türelmi idő 2013 végén ugyanis lejár. A rendelet maga május 1-én már hatályba lép, de ami nagyon nagy könnyebbség minden pénztárgépet üzemeltetőnek, tehát a kisboltostól kezdve mindenkinek, hogy ők gondolom azt fogják nézni, hogy a NAV mikortól fogja szankcionálni azt, hogyha ő nem rendelkezik ezzel az új típusú pénztárgéppel. És itt az első, amit meg kell határoznia mindenkinek, hogy két típusú pénztárgép van. Van, amit én úgy mondtam, hogy modernebb, ez az úgynevezett elektronikus naplóval rendelkező pénztárgép, egy PC alapú pénztárgép, ebből van kevesebb, tehát a mi ismereteink szerint, és nekik december, tehát akinek ilyen pénztárgépe van, december 31-éig még használhatja ezt a típusú pénztárgépet. Akinek ez a régebbi típusú, ez a kontrollszallagos pénztárgépe van, nekik pedig
hogy is, igen, június 30-án lehet még utoljára pötyögni ebbe az úgynevezett kontrollszalagos pénztárgépbe. A kontrollszalagos pénztárgépet használók dönthetnek úgy is, hogy július 1-től az év végéig PC alapú gépre váltanak, 2014 januárjától viszont ezeket is cserélniük kell. A december 31-éig használható típusok listája, illetve az átállás részletes szabályai már elérhetőek a NAV honlapján. Ingyenes rezsicsökkentő energiatakarékossági tanácsok címmel tartott előadást dr. Léderer András címzetes egyetemi docens. A professzor célja az ingyenes előadásokkal az, hogy felhívja az emberek figyelmét az energiatakarékosságra, emellett hasznos tanácsokkal kívánja ellátni a kispénztárcájú embereket is a rezsicsökkentéssel kapcsolatosan. Ingyenes előadásra hívta az érdeklődőket dr. Léderer András, címzetes egyetemi docens, a Termo Kft. Vezetője. Az előadás témája a rezsicsökkentés és az energiatakarékosság volt. Nagyon sok lehetőség van energiát megtakarítani. A téma nagyon nagy, tehát valószínűleg tartom, hogy több előadás lesz, ez majd az első. Az első alkalommal az épületek hőszigeteléséről fogok beszélni, mit jelent, amikor kívül hőszigetelnek, mit jelent, amikor belül hőszigetelnek az emberek, mi a legfontosabb hőszigetelés előtt, tehát hogy a szellőzést azonnal meg kell oldani, és csak utána szabad hőszigetelni. Akkor meg fogjuk beszélni a napkollektorokat, napelemeket, melyik napkollektort érdemes, melyiket nem, melyik körülbelül mennyi idő alatt térül meg, melyik az, aminek a megtérülése nagyon hosszú. Ha valakinek kevés pénze van, akkor mi legyen az első lépés? Ha egy kicsit több pénze van, mi legyen a második lépés? És megpróbálok egy olyan sorrendet felállítani, hogyha valakinek csak 100-200 ezer forintja van, azzal is hogyan lehet már eredményt elérni. És természetesen ez megy aztán a nullenergiás házak. Az egyetemi docens véleménye szerint fontos lenne, ha az iskolákban tanítanák az energiatakarékosság fontosságát, és tudatosságra nevelnék már a gyerekeket is ezen a területen. Az emberek tudatlanok, és tudatlanul építkeznek, nem tudják, mi a megoldás. Tehát valójában lehet, hogy most kicsit hosszabb idő alatt térülne meg valami, mint 3 év, viszont egy nagy vihar nem pusztítja el élete munkáját. Több ilyen előadássorozatot is tartott már Léderer András, aki úgy tapasztalja, hogy azok, akik egy ilyen tanácsadáson, előadáson részt vesznek, tudatosabban, körültekintőbben építkeznek vagy újítanak fel. Egyre jobban felfogják, egyre jobban megértik, mert egy-egy ilyen hóvihar, egy-egy ilyen szélvihar ráébresztő őket, hogy nem csak az számít, hogy 3 évenből valami megtérüljön, hanem az is számít, hogy hosszú távon a gyerekeinknek is megmaradjon minden. Ez az egyik dolog. A másik, ha előre elmondjuk azt, hogy milyen hibákat ne kövessenek el, akkor, amikor építkeznek, akkor, amikor csinálnak valamit, akkor nem dobnak ki pénzt az ablakon, hanem egyből úgy csinálják, hogy annak legyen értelme. A kis pénztárcájú emberek is tehetnek a rezsicsökkentésért. Érdemes energiatakarékos izzókra cserélni a már régi égőket, már ezzel sokat lehet spórolni. A nyílászáró kicserélésével és a hőszigeteléssel is már jelentősen csökkenthetjük az energiafogyasztásunkat. Mindenki tudja, hogy kell valamit csinálni, mindenki tudja, hogy energiatakarékosságra kell törekedni, de hogyan és miért, azt senki nem tudja. Tehát nagyon sokan például megrendelnek napelemeket, és azt mondják, hogy elköltenek rá 5-6 millió forintot, mert nem azzal kezdik, hogy először kicserélnék az épületekbe az izzókat, és ezzel elérnék azt, hogy 1/8 energiára lenne csak szükségük. Abban a pillanatban, ha kicserélnék értelmes jó izzókra a villanykörtéket, akkor már napelemből is sokkal kevesebb lenne. Tehát a izzócsere meg a napelem ára összességében fele annyit se érne el, mint amikor gondolkodás nélkül csak napelemet rendel valaki. A tegnap óta tartó havazás fennakadásokat okozott a hegyvidéki utakon. Ahó miatt latyakossá, csúszossá vált útszakaszokon az autók mellett egyes buszjáratok is csak nehezen tudtak közlekedni. A fővárosi közterület fenntartó ZRT folyamatosan takarítja a kezelésébe tartozó közutakat. A lakóépületek előtt található járdák síkosságmentesítéséről viszont az ingatlan tulajdonosoknak vagy használóinak kell gondoskodnia, mondta el híradónknak Dávid Gábor, a 12. kerületi közterület felügyelet vezetője. Az épület ingatlan használója tulajdonosának a feladata az, hogy a ingatlan előtti járdaszakaszon a csúszásveszélyt, a síkosságmentesítést elvégezze és a csúszásveszélyt megszüntesse. Ugyanilyen feladata még a lakosságnak, a társasházaknak főleg, illetve a utcára nyíló családi házaknak a tetőről lezúduló hó elleni védelem,
nem elegendő az, hogyha csak kitáblázták, hogy a tetőről hó, illetve jégdarabok potyognak. Ezeknek a megszüntetése is a lakosságnak a feladata, illetve az ingatlan tulajdonosának, használójának a feladata. A hajhullás egyre több embert érint, és nem csak a férfiakat. A probléma fokozódásához a stresszes életvitel mellett a helytelen táplálkozás is hozzájárul. Ezért arra kell törekedni, hogy ezeket a kockázati tényezőket csökkentsük, hangzott el az Egészségesen a hegyvidéken március végi előadásán, ahol a hajhullás mellett a bőrbetegségekről is szó esett. Egyre több gyermek és fiatal küzd valamilyen bőrgyógyászati problémával. A kamaszkori pattanások mellett gyakran kell allergiás reakciókat kezelni, mondta dr. Tihanyi Lilla bőrgyógyász szakorvos az Egészségesen a hegyvidéken március végi előadásán. A bőrgyógyászati rendelésen nagyon gyakran hoznak gyerekeket. Az atópiás dermatitis, ugye ez egy ilyen allergiás ekcéma, nagyon gyakori, a gyerekeknek a 20%-át érinti. Ez az egyik, amivel nagyon gyakran találkozunk. A másik pedig a, hát részben a hajhullás, és ezért is kértek minket, hogy tartsuk meg ezt az előadást, de az aknés bőrbetegségek, tehát a pattanásoknak a kezelése a kamaszkorban. Minden, ami a bőrön megjelenik, ugye az sláger, hiszen manapság nagyon fontos, hogy szépek legyünk, fittek legyünk, jó megjelenésünk legyen, és ennek érdekében a betegek igyekeznek eljönni. És hát most már ugye tavaszodik, és ahogy a napsütés kicsalogatja a szeplőket, meg az anyajegyeket is részben, az anyajegyvizsgálatok most egyre inkább előtérbe kerülnek. A hajhullás nem csak az idősebb embereket, de a fiatalokat is fenyegeti. A korai kopaszodásért bizonyos fokig a genetika is felelős. Mindig megkérdezzük a betegektől, hogy szülőknél anyai, apai ágon mit örököltek, mert ugye azt fiatal férfiakat kérdezte, de tulajdonképpen női ágon is létezik ez, csak nem kopaszodás formájában, hanem a fejtetőn, a hajnak a megritkulása. Ez ugyanaz az androgén alopécia, ugyanaz a fiatal férfiakra is korban induló hajhullásnak a megjelenése. Tehát örökölheti az ember az édesanyjától is azt, hogy korán kopaszodik. A hajhullás a férfiak mellett a hölgyeket is érintő probléma. A kiváltó okok között a stressz és a helytelen táplálkozás is szerepel. A stressz az rendkívül kihagy. A hajhajma egy nagyon érzékeny egység, majd az előadáson lesz róla szó, hogy ahogy az erek a hajhajmát ellátják a megfelelő tápanyaggal. Most a stresszben, ugye egy stressz reakcióban ezek az erek összehúzódnak, és nem kapnak megfelelő oxigéntápanyagot a hajhajmák, és nem kell hozzá nagyon sok idő, hogyha egy ilyen stresszes állapot állandósul, akkor bizony a hajhullás a következménye. Úgyhogy én nekem ez egy veszőparipám, ez a stressz, mert a bőr nagyon alkalmas arra, meg a haj is, hogy megjelenítsen különböző ilyen stresszeket. Az idegrendszer ugyanis a magzati életben a bőrrel együtt fejlődik ki, ugyanabból a sejtvonalból. Tehát azt gyakran látjuk, hogy a pszichés terhelés az a bőrön ilyen-olyan formában. Van akinek a hajhullás, van akinek a pattanás, van akinek az ekcéma formájában, de megjelenik. És sokszor ez az első jel. Dr. Tihanyi Lilla bőrgyógyász szakorvos szerint a probléma forrásának felismerése után érdemes stresszkezelő módszereket alkalmazni. Mindig elmondom, csak nem mindig nyitott füleket találok ilyenkor, hogy tessék gondolkozni rajta, hogy mit lehet a stressz ellen tenni, és nem kimenekülni a helyzetből, de vannak stresszoldó technikák, amikkel érdemes foglalkozni, agykontroll, autogén tréning, pszichoterápia, ami Magyarországon nem annyira bevett, de igenis a hosszú távú egészségünknek ez mindenképpen alappillére. A helyes terápia kiválasztásához meg kell tudni, hogy milyen mértékű a kopaszodás. Erre a legegyszerűbb módszer, ha az illető egyszerűen megszámolja a kihullott hajszálakat. Ezt már csak azért is kérjük, hogy számolják meg a betegek, nem annyira lelkesek a betegek azért, hogy ezt megszámolják egyébként, mert hogy a terápiát is így tudjuk lemérni, mert attól, hogy én most elkezdek különböző hajszeszeket, vagy belsőleg adni különböző készítményeket, attól, hogyha a hajhullás megáll, és elkezd nőni néhány hét múlva haj, azt nem veszi észre a páciens. Tehát, hogyha egy hónap múlva viszont tartunk megint egy ilyen napi hajhullás számlálást, akkor azon már lehet látni, hogy már nem 100, hanem 80, és akkor örülhetünk, hogy azért tettünk valamit a hajhullás ellen. Napi 60-80 hajszál elvesztése még egészséges, e felett azonban már ajánlatos orvoshoz fordulni. Adásunkat megtekinthetik a Világhálón és honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu-n a videótárban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!